Így zajlott a fotózkodás a Pirogránit udvarban. Ők azok négyen a Hunor program során kiválasztott űrhajós jelöltek, dr. Sléglő Ádám, Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Szakály András, akik közül a tervek szerint valamelyikük a nemzetközi űrállomáson végezhet majd kutatómunkát. Majd irány a panoráma terem, ami zsufolásig megtelt az érdeklődőkkel, korra nemre való tekintet nélkül. Pécsen a csillagászati hét alkalmával egy pódiumbeszélgetést tartottak velük, amikor is többek között a felkészülésről, a még rájuk váró feladatokról és további terveikről kérdezte őket Nagyváradi László és Gyenizse Péter csillagászok. Azt tudjuk egyelőre még megmondani, megkérdezni, hogy vajon az illetőknek eddig milyen, mondjuk úgy, tapasztalatai voltak a válogatás, a kiképzés során. Mit gondolnak például az űrkutatás jelenlegi helyzetéről, például mondjuk a magáncégeknek az űrkutatásba való bevonásáról, hiszen ők is egy ilyen magáncéggel fognak repülni, az Axiom Space-szel, vagy éppenséggel az ő személyes indítatásuk az mi volt, milyen tapasztalatokat szereztek a múltban, akár amatőr csillagászati, vagy éppenséggel űrkutatással kapcsolatos érdekességeket, rakétamodellezés, bármi, ami őket ebbe az irányba vezette. A beszélgetés során ezen az úton tudnak elindulni a moderátorok, hiszen nagyon sok mindenről még nem beszélhetnek az űrhajós jelöltek. Főleg emberi tényezőkről kérdezték őket. A két moderátor alaposan felkészült a pódium beszélgetésre. Szerencsére eléggé sokrétű információ érhető el az interneten, ami ugye megint csak talán az űrhajósok szempontjából tabu téma, az ő saját családi életük, ők nem politikusok ilyen szempontból. Erre nem nagyon fogunk, vagy csak mérsékelten rá kérdezni, viszont a programnak az eddig lezajlott eseményeiről nagyon sok minden olvasható, és ezeket meg fogjuk kérdezni, hogy ők mit gondolnak róla. Májusban derül ki, hogy kimegy a világűrbe. Addig is naponta tesztelik őket, mind a négyen kapnak kiképzést. Ebből kifolyólag még az Európai űrügynökséggel vagy a NASA-val is lehetnek további kapcsolatok. Az sincs kizárva, hogy ebből a csapatból később még többen is kijutnak a világűrbe. A világűrbe való repülés ideje a tervek szerint 2024 vége felé várható, vagy az időpont átmehet 2025-re is.